És ahogy ígértük, meg is érkezett a Móri Zsigmond Színház két művészes stúdiónkba. Szeretettel köszöntöm Litauszki Lillát és Horváth Viktort. Sziasztok, hello! Titeket nem csak a színpadról ismernek a nézők, hiszen Lilla te egy nagyon népszerű televíziós sorozatban is szerepelsz, Viktor pedig egyre többet feltűnik mostanában a Móri Zsigmond Színház egyik közösségi oldalán, ahol különböző kulisszatitkokat árulsz el. Viszont még mielőtt ide kitérnénk, beszélgessünk arról a darabról, ami most ugye próbafolyamatok zajlanak a színházban, az Úri Múrinak mégpedig. Picit meséljetek róla, hiszen mind a ketten szerepelni fogtok benne. Hogyan zajlanak a próbafolyamatok? De igazából nagyon jó hangulatban, én azt veszem észre, hogy egyre jobban, amikor már eljutunk ahhoz egy olyan szintre, amikor már valami közünk kezd lenni az adott karakterekhez, meg magához a műhöz, akkor egy picit mi is már jobban felszabadulunk, picit már kezdjük már magunkénak érezni, és amikor most vagyunk annál a résznél, amikor már úgy kezdünk már színezgetni. Már fent van egy ilyen váz, hogy mit is kellene csinálni, egy ilyen elképzelés, igazából az Arthur szempontjából is, a rendezőnk szempontjából, és most már kezdjük már szerintem mi is úgy kapirgálni, és most már kezdünk kicsit színes ceruzával is dolgozni, hogy felaggatjuk a kis díszeket, hogy amitől olyan lesz majd az az adott karakter, amilyenre szeretnénk megformálni. Lilla, te hogy látod ezeket? Hát pontosan ugyanígy látom, meg élvezem azt, hogy ugye lesz benne zene, és hogy amikor megjelennek a zenészek, mint például a mai nap is, és akkor az még lehet érezni, hogy az még jobban megtölti az egészet, és akkor jobban bele tud helyezkedni az ember ebbe az egész világba, amit akarunk képviselni. És annyit segít, amikor ott vannak, és akkor együtt így... Igen, amikor megszólal az élőzene, akkor az úgy annyira magával tud ragadni, mert nem tudom, hogy nekem úgy annyira feldobta a mai próbát is, mert most próbáról rohantunk, és annyira feldobta így a napomat, hogy ott vannak tőlünk egy pár méterre, és élőben játszik 5-6 ember, akkor ez egy olyan, ad egy olyan plusz töltetet. Igen. És még jobban tud így létezni, és most már, hogy mindenki, amit mondtál is, hogy meg találgatja a dolgait, és hogy hogyan kell, meg már nem a szövegen kell annyira gondolkodni. És ha azt mondja, hogy húzd rá, akkor végre nem a levegőbe, hanem ott van, és tényleg ráhúzza, és úristen, akkor most eddig ezt gyakorolgattam, és most tényleg megszólal valami is. Igen, szóval eddig úgy van, hogy húzd rá, és akkor még, jaj, a távirányítón, akkor mindjárt melyiket? Ja, nem ez a szám, oké, akkor a másik, és akkor tudod, hogy megy ez, de most így nagyon jó, kezd alakulgatni. Mikor lesz a bemutató? Majd 2 hónap múlva, amikor mindig ezt mondja. Tóth Károly kollégák mindig ezt mondja, bármikor valaki megkérdezi tőle, mindenre azt mondja, hogy ha másnap lenne, akkor is ezt mondaná. Február 22. És mennyire tudtatok mondjuk azonosulni a karakterekkel, amiket játszatok? Erre kérlek választ. Ja, hát figyelj, nem tudom. Láttam már ilyet. Csak inkább ennyit szeretnék mondani. Hallottam már ilyen emberekről, meg láttam már ilyet, de én még nem tapasztaltam meg. Elrajzott karakterek vannak benne, főleg a fiúknak. Nekem egy ilyen nagyon tiszta, nem is egyszerű, hát végül is mondhatjuk úgy, hogy egyszerű, de nem buta, csak hogy egy egyszerű lány. Hát én nem vagyok se falusi, se azért annyira tiszta, mint akkoriban egy leányka. Nálam fiatalabb leány, úgyhogy nehéz. Keresés alatt vagyok továbbra is. És hogyan sikerült beilleszkedni a színház közösségébe? Hát ezt én nem tudom. Lehet, hogy én úgy élem, hogy fú, nagyon jól sikerült, és közben nem. Én azt éreztem, hogy nagyon nyitott mindenki, segítőkész és kedvesek. De hogy tényleg nem vagyok ilyen iszonyatosan nagy tapasztalattal rendelkező ember, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok színházba lettem volna, de ez az első olyan hely, ahol tényleg rögtön volt egy ilyen, hogy de jó, gyere, miben segíthetek, és ez annyira különleges. Igen, de amúgy tök jó, mert szerintem mi is szoktunk örülni, mert mi általában ugye csak itt vagyunk, és itt játszunk a Móri Zsigmond Színházba, és mostanában sok vendég jön hozzánk, és az mindig egy ilyen, egy új íz, egy új színfolt, egy új újdonság, ami nekünk is egy kicsit így egy ilyen vérpesdítő tud lenni, amikor, szóval ez egy érdekes, izgalmas dolog, amikor bejön egy-egy új ember egy előadásba, és ezt szerintem ez nagyon jó. Ez az újdonság, ez kicsit nálad másik oldalról is bejött, hiszen a színházat népszerűsítettek egy közösségi felületen is, ahol most már egyre több videóban látható vagy te is, ahogy bemutatod mondjuk, hogy hogyan zajlanak a kulisszatitkok, hogyan is zajlik mondjuk a színházi élet.
Igen, igen, mostanában az Instagram oldalon ugye hát vannak különböző ilyen social médiai platformok, és arra gondoltunk igazgatóúrral, hogy mi lenne, hogyha én elkezdeném egy kicsit így kezelgetni így a marketing szempontjából is tulajdonképpen így az Instagram oldalát a színháznak, és így hát, ha egy kicsit több fiatalt tudunk ezzel megszólítani, de én azt vettem észre, hogy nem is csak fiatalok, hanem ilyen, nem tudom, idősebb korosztály, és akár nagymamák is így rám írnak, meg ilyenek, és akkor elkezdik mondani. És akkor hosszan írnak akár egy levelet, és akkor éppen dicsérik, vagy véleményezik az adott előadásokat, és ez tök jó dolog, szóval szerintem nagyon jó, hogy így megszólítunk egy ilyen nagyobb réteget. Neked biztos kíváncsiak azért a nézők, vagy az Instagram nézők arra, hogy hogyan is zajlik mondjuk egy próba, vagy mi is történik a színpad mögött, hiszen ebben nem látnak bele. Igen, valószínű, hogy ez mindenkinek nagyon izgalmas, hogy vajon hogyan készül el egy előadás. Mindenkinek van egy fogalma erről, meg hogy hogyan indul el egy előadás, hogy előtte még az ügyelő hív minket, vagy nem tudom, és akkor éppen mindenki még a kellékes még bekészíti még az adott kellékeket. Ez mindenkinek érdekes lehet szerintem. És akkor igyekszem ilyen pillanatokat elkapni. Milla, te pedig, ahogy említetted, ez a karakter, amit most megformálsz az Ulimuriban, egy kicsit egyszerűbb, kedves lélek. Egy picit hasonlíthat valamilyen szinten a Bátrak Földje katicájához is, ugye, amit te játszol. Igen, ugyanez jutott eszembe. Nyilván nem ugyanazok a motivációk, meg a létezések. Pont azért is nehéz, mert nem akarom ugyanazt. Mert ott is meg kellett keresnem ezt a lényt, a katicát, és nem akarom, hogy a Rozi ugyanilyen legyen. Tehát attól nehéz, hogy könnyű elővenni akkor az ártatlanságot. Azt már használtam, jó, akkor ugyanaz az ártatlan. Nem, egy másik ártatlan lény szeretnék lenni. De úgy most úgy látszik, ez egy ilyen évad, hogy most ilyen dolgok találnak meg engem, hogy most valahogy nagyon meg kell keresnem ezt az ártatlanságot. Én ahogy látom, ez a sorozat hétről hétre egyre népszerűbb. Mennyire veszed mondjuk azt észre, hogy akár itt is Nyíregyházán megismernek az emberek? Egyáltalán nem ismernek meg. Nem is nagyon mész ki az én. Ez valami dolgozunk, szóval. Még ez is igaz, de azt beszéltük, amikor még forgattuk, hogy napi 12-16 órát voltunk együtt az emberekkel, és amikor felvettük a civil ruhát, akkor ők sem ismertek. Tehát, hogy annyira nehéz átkapcsolni, és az emberek azt nézik, ha abban a ruhában mászkálnék, akkor lehet, hogy felismernének, hogy mindenki nagyon megnézne. De hogy egyszerűen nem tud az agy így, hát meg a szemüveg, meg hogy fufrum lett, tehát hogy teljesen inkognitóba kerültem. Jó, amikor most jöttünk ide, amúgy 5-6-an megállítottak, persze. Azért kicsit késtünk, de... Azért már kiabáltam, hogy bocs, én vagyok. Egy kicsit féltékeny is voltál, hogy hát ilyen. Hát azon, nem igaz, engem nem ismertek. Én ezt tudom. Hát értem, ennyi. De amúgy örülünk, hogy jönnek az újak, szóval. Csak kigáncsolt. Nehéz egyébként különbséget tenni a sorozat vagy filmvilágából és a színpad világában való szereplésben? Hát teljesen más a két dolog, tehát egy próba folyamat másfél hónapig próbálgathatsz dolgokat, viszont amikor ott van, akkor csak egy esélyed van és kész. A film ennek pont az ellenkezője, négyszer, ötször megcsinálhatod, de akkor arra van esélyed, de azt állandóan maximális energiával, és nem lehet keresgélni ott rögtön. De ott 4-5 alkalmad van, mondjuk egy napi sorozatnál nyilván. Lehet döntést hozni abban, hogy mit szeretsz jobban, vagy mind a kettőben más-más dolgot szeretsz? Szerintem mind a kettőben más-más. Vagy így eddig én óckodtam a filmtől, és most nagyon-nagyon szerelmes lettem ebbe az egész dologba, és hogy ez nagyon jó. És nyilván nagyon fontos, hogy a csapat is jó legyen, és segítőkész, és biztonságban érezd magad. Ez ugyanúgy a színházban is nagyon fontos, hogy társakra találj, vagy... Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem egy ilyen jó hangulatú beszélgetésben. Minél többen kövessék a Móri Zsigmond Színház Instagram oldalát és Bátrak Földje. Illetve Úri Múri bemutató februárban. Hát amúgy az Úri Múri. Most felé mondom, hogy azt el lehet jönni arra is. De amúgy az Instagram az... Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem. Köszönjük szépen.